Sziasztok! Jó most már így itt lenni, bár ugye tegnap értem be, de hát itt nincs net, szóval csak ilyen egy-két helyen van, és elég sokért kell vásárolni. És aztán most sikerült gyorsan, hát természetesen az volt az első, hogy a családomat hívtam, meg a páromat, hogy megnyugodjanak, hogy átértem. Most már jól nézek ki, de képzeljétek el, tegnap, amikor ebbe az irtózatos, hát olyan viharba volt részem, amiben még soha. Van egy ilyen kis vészjeladóm, ami ugye megmutatom, amivel így az időjárást is ezzel tudok ki, így, hogyha esetleg gond lett volna, és az időjárást lekértem, és láttam, hogy nagyon el fog romlani az idő, úgyhogy úgy döntöttem, hogy volt még egy nagyon nagy hegy, amit meg kellett mászni a végén, hogy ezt inkább aznap, amikor szép idő van, megmászni, és még jöttem 6 km. És ott találtam egy nagyon klassz helyet egy tóparton, gyönyörű volt a naplemente, pont a névnapom volt, készítettem róla egy videót, meg egy csomó videót végigblogoltam, az utat írtam is, és videóztam, csak hát ugye, hogy semmifajta térerő nincsen, ezért ezt majd szépen megosztom. És volt az utolsó kajámat, ilyen paprikás, csirkéző, szószos tészta volt, amit erre tartogattam az ünnepi alkalomra. Aztán éjjel 3 órakor, 3:45-kor lecsapott a ménkű, és valami brutális vihar lett, és ömlött az eső, legalábbis én azt hittem akkor, hogy eső esik. Aztán kiderült, hogy jég, tehát ez ami, nem is ez a jégeső, mert ugye ez más, hanem tulajdonképpen hó, de ez a, tehát ilyen jégkristályok, amik így mint a tű, így szúrják az ember. És akkor reggel 7-kor már nem tudom, már ugye ki is kellett volna menjek, pisilni, de próbáltam itt tartani, hát hogyha picit, mert néha úgy csökkent. Abba bíztam, hát ha eláll, de nem. És aztán muszáj összepakolnom, mert az elég kalandos volt, ahogy abban az őrítő szélviharban a sátrat valahogy össze tudtam rakni, meg összepukolni, de hát 3 kabát van rajtam, hogy látjátok ott a videón is a végén, rajtam van a polár kapucni, a down jacket-nek a kapucni, az esőkabátnak, de hát csurom vizes voltam, és próbáltam nagyon komoly tempóba lejönni a hegyről ebbe a viharba, ugye bottal, hogy a felső testem is dolgozzon, és ne fázzak annyira. Aztán szerencsére ez elállt, de hát már elég közel voltam a városhoz, amikor végül is ez a jégeső elállt. Annyira, arról van egy felvételem, hogy feltöltöm, képzétek el, hogy nem, meg se ismernétek. A telefonom legalábbis nem ismert, meg arcfelismerős a telefonom, és nem kapcsolt be. Azt hittem, megőrlök. Állandóan a PIN kódot kell egy nyomkodnom rajta, hogy bekapcsoljon, de szerencsére átértem. 2 napig innen nem mentek a repülők, de majd gyönyörű idő van, úgyhogy elmegyek most sétálni egyet. Végre ettem valami normálisat, egy órát álltam a meleg víz alatt, hogy felmelegedjek, meg végre egyet az ember tudjon ugye ennyi idő után fürdeni. Csodálatos volt ez az egész, nehéz volt. Azt hiszem a nehézségét nem is a távok adták, az idővel szerencsém volt nagyon. Volt kétszer volt ilyen eső, egyszer volt nagyon nagy vihar, de szerencsére pont éjszaka. Kenúztam, találtunk egy kenut, és az ott van egy rész, ahol lehet, de valaki ott hagyta félúton, és azzal mentünk át. Úgyhogy vízhőjogom nem lett, de a kezem lettem, mert nem felejtsétek az evezőt, egy ilyen léc volt, amivel több mint 3 órát eveztünk, 12 kilométert kellett ott levezni. És rengeteg állatot láttam, nagyon a rénszarvasok egyszer nem félnek, teljesen közel jönnek az emberhez. Szinte minden nap láttam rénszarvas, láttam 4 sarknyulat, sarkirókát, ezt a kékrókát, 6 darab musk axat, ezt az itteni, ugye ilyen bivajt vagy bölényt, sast. Tehát tényleg így minden, ami lehet megvolt. Ami a legnehezebb ezen az úton, az
Nem is a szintkülönbség, mert az jóval kevesebb, mint mondjuk Korzikán volt, talán állandóan föllement az ember, hanem hogy Greenland, bocsánat, már nem beszéltem magyarul, elnézést az elmúlt időszakban. Szóval Grönlandon az a nehéz, hogy úgy képzétek el, mint hogy egy tornás csarnokba a szivacs gödörbe mennétek. Az egész ilyen mohás, bucka, mintha itt is üldöznének a vakonok, nem csak otthon a kertben. És ilyen nagyobb ilyen buckákkal van tele az egész, ami ilyen mohával van ugye befedve, illetve ilyen alacsony, ugye fa nincsen, csak ilyen kis bokrok. És nem tudod, hogy melyikre lépsz. Az egyikre lépsz, akkor elsüllyedsz, a másikon nem. De ez általában végig olyanon mész nagyon sok részen, ahol egy tulajdonképpen mocsáron keresztül brutális volt. Tehát tulajdonképpen végig vizes volt a cipőm, az okném az egész idő alatt. Volt olyan, ahol hát körülbelül mint a Rákóczi út hozba, nem szélességbe, hosszúságba, olyan hosszú ilyen mocsáron kellett átmenni, és értem szerint ott nincsenek jelek, különben is nagyon kevés van, általában inkább ilyen sziklák vannak összerakva, de értem szerint egy mocsárban nincsenek sziklák, és találtam, hogy nagyon kellett figyelni arra, hogy hol van valami nyom, de ugye a mocsárban hiába járt valaki esetleg arra előtted, nem tudom én, egy napja, egy órája is, ugye visszatölti a víz, szóval nem lehet látni. Szia, Krisztián! Köszönöm még egyszer segítséget Brüsszelben. És egyszerűen úgy hívtam, hogy ilyen, mint ez az aknakereső játék, tudjátok, rajzotok-e hajókat is ki kell találni. Na most, ha jóra lépsz, akkor száraz marad a lábad, ha nem, akkor elsüllyedtél, de ne aggódj, nem fogod megúszni száraz lábbal. Jaj, nem tudom, tele vagyok élménnyel, nagyon helyes emberekkel találkoztam az úton. Ami szomorú, hogy nagyon sok felelőtlen ember is van. Találkoztam olyan fiatal párral Ausztriából, akiknek ez az összesen egy 3 napos túrára mentek el, és úgy jöttek ide. Sajnos egy hongkongi fiú eltűnt, és nem találják utoljára az első folyó átkelésnél látták. Nagyon sokszor kellett folyón átkelni, én többek között ezért is jöttem ide, hogy ezt gyakorolni tudjam. Egyetlen egy ilyen